Elkezdték az előkészítő munkát Sertrőjűhely város képviselőtestületének bizottságai a csütörtöki, azaz március 24-i testületi ülésére. Az Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság egy napirendi pontot tárgyalt, mégpedig a Magashegyi Turisztikai Sportközpont 2021. évi működéséről szóló beszámolót hallgathatták meg és fogadták el a bizottság tagjai. A Zemplén Kalandpark 2021-es beszámolóját tárgyalt a bizottságunk. Az elmúlt időszakban akár az idegenforgalmi szezonra való felkészülés kapcsán, illetve a Turinform iroda kapcsán már szóba került az Zemplén Kalandpark elmúlt éve, de a részletes beszámolót azt most tudtuk megtárgyalni. A beszámolóból kiderült és látszik, hogy a 21-es év a 2020-ashoz képest, pedig az sem volt egy egyszerű év a kalandpark életében, még nehezebb helyzetbe került egy kicsit a kalandpark, de a beszámoló összegzése is úgy foglalt össze, hogy sikerült ezt az időszakot átviselni. A Városüzemeltetési Bizottság összesen 4 napirendi pontot tárgyalt, melyből Schweitzer Tamás bizottsági elnök kiemelte a távhűszolgáltató előző esztendei beszámolóját és idei terveit. Az egyik legfontosabb volt az Engine Magyarország Kft.-nek a beszámolója. Ugye köztudott, hogy ők biztosítják Sertrőjűhelyben a távhőellátást. Ennek a beszámolóját hallgattuk meg, és nagyon részletesen ügyvezető igazgatóra elmondta ezzel kapcsolatos teendőket, kitért a várható idei fejlesztésekre, illetve biztosította arról a bizottságot, és ezáltal egy új hely távhőszolgáltában bekapcsolódott háztartásokat, hogy a októberig mindenképpen alá vannak írva a szerződések, tehát a jövő évi energiállátás és a távhőellátás nincsen veszélyben, tehát erre mindenki így számíthat. A napirendi pontok közül a Sertrőjűhelyi Városi Könyvtár beszámolóját és nyitvatartásának kérdését emelte ki a Nevelési, Ifjúsági, Civil, Sportügyi és Közművelődési Bizottság elnöke. 3 napirendi pontunk volt, az első volt a könyvtárnak a 2021. évi munkájáról szóló beszámoló, utána következett a 2022. évi munkaterve, ezt mind a kettőt a bizottság elfogadta és támogatta egyhangulag annak megvalósítását. A következő napirendi pontunk a nyitvatartásról szólt, ez minden éven előkerül, a könyvtár kéri, hogy az ilyen ünnepnapok közelében a szombati nyitvatartást azt engedjük el, amit meg is tettünk ez éven, és ezt is megszavazta a bizottság, illetve hogy a két ünnep között ott kollektív szabadságon lesznek 4 napig. A tapasztalatok szerint ilyenkor nem nagyon használják a könyvtárat, ezért is kérték ezeket a szabadságokat, és végül az óvodai körzethatárok megállapításával kapcsolatban pedig egyhangulag döntött szintén a bizottság. A pénzügyi bizottság fő témája a közbeszerzések voltak, itt többek között szó esett az előző esztendő beszámolókról és az idei év közbeszerzési terveiről is. A pénzügyi bizottság előtt ebben a hónapban egy napirendi pont szerepelt, ez a közbeszerzési tervnek az elfogadása 2022-es évre, és egyben a 2021-es évi közbeszerzési terv teljesítésének a beszámolója. Nagyobb beruházások előtt mindig közbeszerzést kell kiírni, ez nagyon régóta így van már, és ezt tervezni kell, tehát ennek kell egy előzetes tervezést készíteni ahhoz, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen. Ennek a 2021. évi közbeszerzési beszámolót azt elfogadtuk, ebben 11 nagyobb közbeszerzés szerepelt, a 2022 évi, tehát az idei közbeszerzésben pedig ilyen tételek szerepelnek, mint például a Balassi utca felújítása, a Bortemplommal kapcsolatos felújítási tervek, illetve a tervezett hídtal kapcsolatos felújítás, illetve fejlesztések. Sertrőjűhelyben a lakosság igényeit és jelzéseit mindig figyelembe veszik, és a bizottságok célja, hogy az itt élők életét megkönnyítse és jobbá tegye.